Nyáron már rendeztek két 15 ezer dollár összdíjazású ITF tornát a Vármegyében, június második felében Nyíregyházán ütötték a labdát a feltörekvő fiatal teniszezők. Ez a szint ugyanis a belépő a profi tenisz világába. Szabolcs-Veresmarton két évvel ezelőtt már volt egy 25 ezer dolláros verseny, októberben és novemberben pedig két ITF és egy nemzetközi junior torna házigazdája lesz a Határok Nélkül Tenisz Akadémia. Mind szabad téren, mind fedett pályán van olyan létesítményi háttér, hogy versenyt lehet rendezni. 2022 ugye szabad téren volt ez a verseny, idén pedig két profi versennyel bővül gyakorlatilag a létesítménynek a kihasználtsága. Ugye október utolsó hetében és november első hetében egymás követő héten lesz két 15 ezer dolláros férfi profi verseny, ami a nemzetközi profi teniszvilágnak a belépő szintjét jelenti, és ráadásul még tovább tudjuk bővíteni a palettát, mert aztán november végén egy nemzetközi junior verseny is megrendezésre kerül, úgyhogy idén három verseny lesz, és hát nagyon-nagyon szeretnénk, és közösen az a célunk és a vágyunk, hogy hosszú távon minél jobban tudjuk a figyelem középpontjába helyezni Szabolcs-Veresmartot is, és a magyar tenisz nemzetközi versenyrendszerébe minél jobban bevonni ezt a létesítményt. Nyáron 20 ország versenyzői léptek pályára Nyíregyházán, és Szabolcs-Veresmartra is a világ minden tájáról érkeznek majd teniszezők. Nagyon sok teniszező versenyző van, mert mindenki nagyon jól tud teniszezni, roppant jól teniszezik mindenki, aki a világranglistán a 300-dik, aki a világranglistán a 700-dik, egy épésző ember nem is veszi észre, hogy mi a különbség, mert mind a kettő nagyon egyforma típusú játékot játszik. Annyi a különbség, hogy kinyeri meg a fontosabb pontokat, de mi is azt várjuk ettől a versenytől, hogy itt azért lesz világranglistán 300-on belüli, meg azon kicsit kívüli versenyzők is, de akár kijön és kilátogat és megnézi ezeket a versenyeket, nagyon-nagyon magas a színvonal. Én voltam kint a Marsónál is, és ott is ilyen 300-400-500-dik világranglistás játékosok voltak, de tényleg a színvonal az olyan magas volt, hogy mindenki tud teniszezni, mindenki tud szerválni, mindenki tud nagyot ütni, és tényleg le a kalappal, azt élőben ott érzi az ember át, hogy micsoda sebességre képesek a labda megütésénél a játékosok. A versenyeken 32-es lesz a főtábla, a selejtezőben is 32-en indulnak majd. A szervezők több fiatal magyar teniszező számára is szabadkártyát biztosítanak a selejtezőkre.